Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Véget ért a háromnapos országos szakmai közlekedés rendészeti verseny Gyulán. Autós pálya tekintetében egy nagyon technikás pályát építettek a szervezők, nagyon kicsi nüansznyi különbséget döntöttek a helyezés sorrendjéről. A záró eseményen Szádvári József rendőr alezredes értékelte a három nap történéseit, majd hangsúlyozta, a rendőrök felkészülten érkeztek a megmérettetésre. Napi munkájuk során használják azokat az ismereteket, melyekről számot adtak a gyulai eseményen. A karos forgalom irányítók versenyében első helyezett lett Molnár Dávid rendőrtörzsőrmester, a budapesti rendőrfőkapitányság képviseletében. A motorkerékpáros rendőrök között Farkas Attila rendőrfőtörzsőrmester, a Csongrád megyei rendőr főkapitányság versenyzője nyújtotta a legjobb teljesítményt. A járőrgépkocsi vezető győztese, a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársa, Muramészáros Zoltán rendőrtörzsőrmester lett. Egy nagyon kemény szakmai versenyről beszélünk, elméleti és gyakorlati megmérettetéssel. Mindennek ellenére úgy gondolom, hogy mindenkinek az volt a véleménye a versenyzők részéről, hogy ugye, mert ez a legfontosabb, hogy egy jó színvonalú, mindenre kiterjedő, megfelelő kreativitást, jó felkészültséget kellett biztosítani ahhoz, hogy valaki eredményesen tudjon szerepelni. Közlekedés rendészeti szakmai verseny győztes csapata a budapesti rendőrfőkapitányság csapata. A csapatversenyt a budapesti rendőrfőkapitányság rendőrei nyerték. Molnár Dávid rendőrtörzsőrmester, Muramészáros Zoltán rendőrtörzsőrmester, Balogh Ferenc rendőrfőtörzsőrmester, illetve kísérőjük Klics Ignác rendőrfőtörzászlós. A technikai részek, az autós és a motoros verseny brutálisan nehéz volt egyébként a srácoknak is. Nagyon szűkre voltak rakva a pályák. Nekünk szerencsére volt lehetőségünk gyakorolni, tehát van időnk felkészülni ilyen versenyekre, adnak lehetőséget az előjáróink, de ehhez képest is nagyon-nagyon szűk volt a pálya. Motoros is pálya nagyon nehéz volt, és az autós pálya is nagyon nehéz volt, és technikás volt. Forgalomirányítástól bevallom őszintén kevésbé féltem, mert a kollega, aki a tanítványom, ő elég jól irányít egyébként, de ettől függetlenül nem szabad neki elmondani, hogy tud irányítani, tehát ezt soha nem mondom neki. Itt az eredménye, meghozta gyümölcsét a munkája, és nagyon örülök neki egyébként, meg mindenkinek, az egész csapat munkának örülök egyébként, úgyhogy teljesen, abszolút mindenki extázisban van. A 9. országos szakmai közlekedés rendészeti versenyt jövőre a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság szervezi meg.